pályázati forrás segítségének történt ugye helyreállítása. Köszönöm. Találkozunk akkor. Nem jó lesz szerintem. Vagy csukjuk be a szemünket, csak az egyiket. Én engedjétek, hogy a saját magamat, tehát az előadást rögzítsem, ahogy mert még jól jöhet nekünk pályázati anyaghoz, ehhez ahhoz. Ahogy te tudnak látom. Előtte mindenképpen akkor, amit én ugye mondtam, de egy pár szót akkor magatokról légy szíves. És az elmúlt két évben elért versenysikereitekről, mert azért az, én azt gondolom, hogy... Jó. Előre bocsátom, elnézést az öltöny hiányáért, de terepről jövök. Ott tart a tudomány, hogy Alibaba meg eBay-ről 3600 forint egy, egy ezerszeres nagyítású mikroszkóp, ami lényegében cseppálló a gyerek zsebébe hordhatja. És ha a bácsi azt mondja, hogy most reggel vássa ki azt a fenyőt, amiről én tudom, hogy az orsóférgeket megeszi bűnszövetkezetben gombákkal, sokkal több a húsevő növény, mint gondolnánk az új tudomány szerint. Tehát itt tartunk, hogy a gyerek vesz 3000 forintért, ha leveszem róla a feltétet, akkor egy 20-szoros, 8-szoros nagyító, vagy távcső. Ha ráteszem a feltétet, akkor 40-szeres mikroszkóp, és gombaskórát lehet vele határozni, úgyhogy igazából ehhez áram se kell, ehhez kell egy telefon is. De akkor már rögzít is. Tehát akkor már fölveszi is, hogy ott van, meglasszózza az orsóférget a gomba, és odaadja a nitrogént a fának, ebben az esetben szimbiózis. Most bármilyen hihetetlen, nem kérek segítséget, hogy hasznos tanácsok címszavat. Csak azért, hogy nem öltönyben vagyok, mert ezt nem lehetett elintézni úgy. Egy jelszót szeretnék kérni. És akkor... Elhúzunk el esetben? De nincs. Jó, ez nem mondják. Ebben az esetben a videót nem húzunk el. Ő felgöngyölítve, illetve nem legöngyölítve. Akkor... Akkor dióhéjban annyit, hogy bármilyen hihetetlen, nem a virtuális valóságban fogok többet beszélni, hanem arról, hogy a virtuális valóságban beleszerelmesedett gyerekeket, hogyan lehet a valódi világba visszavezetni. Viszont ehhez olyan kell, aki a virtuális valósághoz ért. Mert ugye ők igazából egy kicsi virtuálisabb térben élnek, mint mi ezt szeretnénk. Jó. Csak impressziókat fogok fel, nem fogom felolvasni, csak impressziókat fogok átadni, nagyon gyors leszek emiatt. A kódját az előadásnak utólagos megtekintésre majd át fogom adni a tisztelt katasztrófavédelmi tiszteknek, és hogy ők továbbadhassák bárkinek is hozzáférhető, de valószínűleg a Kisfaldi Sándor Gimnázium honlapjához hozzáférhető lesz. Amíg abban reménykedek, hogy lesz annyi fényerő, hogy akkor az úgy látható, hogy legyen is, ha bemelegszik. No, akkor tehát, amit látnak a Kisfaludi logója, és én akkor elnézést, én akkor így ülve egy kényelmesebb lesz kezelni, ezen a rövidített tinyurl.com/8 karakter. Egyébként, hogyha másos ilyen 8 karakter lesz, az mindig ugyanezt jelenti, mert ezt át lehet SMS-ezni katasztrófa esetén, és az illető tudja, hogy csak a tinyurl.com-ot kell mögé elilleszteni, és már is ott a kód. Miről szól az egész? Bárány József vagyok, Simmegváros gimnáziumának 2009 óta informatika, biológia szakos tanár, és 2016 óta az Ötös Lán Tudomány Egyetem Szabadegyetemi Központ természettudományos és mérnöki mentor tanára. Ugyan Sümeg Sárvárról a tehetséggondozást az eredmények alapján az országos és megyei alapján rám bízták Szombathelyen. Na most, amiről ez az egész szól, hogy azokat a gyerkőcöket, akiket 70%-os tudata már most is a fenyőfa alatt is Szent Karácsonyi napján kihelyezett az online térbe és a telefonját nyomkodja, hogyan tudjuk visszahozni. Volt olyan, hogy ugye itt az, csak annyit hozzáteszek, hogy ugye igazából vegyes vizsgálati típusok, tehát igazából katasztrofédelme, biológia, kémia, természetes mérnöki tudományok, csináld magad mesterséges intelligenciával vezérelt, héliummal emelt, tehát ballonnal emelt és fenntartott drón, lényegében 15 milliós kutatási eszközöket 50-60 ezer forintból előállítani, akár a PET palackokból is, mivel ökoiskola a Sümegi Kisfaludi és Művészeti Iskola. Na most, ugye, miről szól ez az egész? Nem akarnak 250 ezer forintot kifizetni egy gépésznek, vépről, egy elektronikusnak, műszerésznek,
akár honnét végezhet így, vagy egy informatikusnak 250 ezer, ugyanis nem tudják egymás szakmáját. Szeretnének 800 ezer egy mechatronikust, aki egyszerre mechanikus, elektronikus és informatikus. Szétszedi a mosogatógépet, mert a pattintott kőkorszak és ott van a műszerész körben, és szét tudja úgy nyitni, hogy össze is rakja. És utána átprogramozza, ki tud forrasztani alkatrészt, ki tudja számítani. Az ömetudás úgyis ott van már, mert Kína, India megoldotta, csak le kell tudni szedni. Ez nagyon hasznos, hogy 80%-os nyelvvizsgál kimenettel rendelkezünk. Tehát a nyelvi osztályokból, az 5 évesekből általában emelt angol és közép-némettel megy kifelé. Nagyon jó kapcsolatban, nagyon sok egyetemmel, a régi professzoraimmal jön hozzánk mindig a mechatronika kamion például. Na most ehhez mi kell rettenetesen sok rendezni? 2009 óta 12 szakkört bundoltam, amiből van, amelyiket már más diákon visz azóta tovább. Aztán annyi csak az eredmény, hogy 3-4-en mondjuk íróklubot folytatták, és évente megjelenik egy könyvük, és harcol esetleg a Dugosi Csengő annak könyvéért a kiadó, hogy kiadhatja ki. A gyerekeket meg kell fogni, hogy csináltunk egy Rubik kockát, a kirakó robotot, nyilván nem tudunk mást, mint leutánoztuk a Massachusetts Institute of Technology, a legnagyobb amerikai műszaki egyetemeknek a dolgait, angol tudással, műszaki tudással. Nyilván ez egy kisváros esetében, hogyha egy ilyen magas szintet le tudunk hozni, néha nem is nehéz, nem is könnyű lekövetni. Utána lett egy Rubik őrület a Sümeg környékén, mert kirakta a robot, én se tudtam kirakni. Az volt a 35 Rubik kocka, 720 féle. Persze, az volt Rédli András ajándéka egyébként a földgomb alakú. A párbajtő vívó barátunknak az ajándéka. Tehát ez mi kell? Lelkesedés kell, gyerekek kellnek, ezek egyébként jó része csabrendeti gyerek is van közöttük. Ez már régebbi felvétel, mondjuk, hát ugye 2009 óta folyik. Az, hogy 8-10 nyelven tudjuk programozni az eszközeinket, ezekhez a robotokhoz az a szükséges még, hogy a kattintok bejön. Na, hát sajnos ugye látjuk, hogy a nagy professzoraink, az utolsó professzor az legyen itt a kakuk tojás ki lehet. Ő kérem szépen ötvös professzor fiatalom. Tehát ez ugye úgy működik egy kisváros esetén, hogy az első robotot megveszi a tanár úr, akkor, amikor 120 ezer forint még 2010-ben nagy pénznek számított, megveszi 50 ér saját pénzből maszek. A másodikat már utána az eredmények után megveszi az iskola. Utána megveszi az első robot, a másik generációs, már egymásra is figyelő, rajban programozható robotot 18 év, másodikat már megveszi az iskola. Tehát ők is általában a saját pénzükből rakták össze a kísérleteiket. Jó, tehát ez kell lelkesedés, gyerekek, robotok, robottechnika. Ezek hangra, például ez a kis típus, ez hanggal, fénnyel, vonalkóddal, kis átpittyegi bináris kódban, mint az artudetok, hogy ne tudják meghekkelni az ablak alól, tehát nem wifi-s, biztonságtechnika. De miről szól ez, hogy azt tanulja meg, amivel igazából ugye milliókat lehet keresni. Volt egy idő, amikor erősebben voltunk katasztrófa védők, mert még jártunk barlangászni, és aztán az úgy van, hogy ez is olyan, hogy kimegy egy-két generáció, és utána nem jönnek olyanok, akik érdeklődők, akkor ez picit ellangyul. De nyertünk mi bősi igazgatóval Dublinba robotversenyt például, és meg Bukarestben is. Indítottam felvételt, indítottam, igen. Remélem, hogy fut. Megnézem. Stop. Oké, tehát az veszi. Igen, számom. Elnézést. Közjátékért. Jó, tehát az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok egyetemi előadó, többféle egyetemről vesz. Az igazság, hogy nem találnak mostanában lelkes se pedagógus, és főleg diákot. Tehát aki meg tudja mozgatni a gyerekeket. Csak megmutatom, hogy például vannak olyan dolgok, hogy majd fönn található az iskola honlapján az Oblivionnak felezést jelent, hogy ne felejtsük el például a kéznapi, köznapi kézműves technikákat is gyakorolgattunk. Dolgokat, hogy például egy csomó verseny, győzelemek mindenféle média kategóriában, űrkutatási társaság tagjaként a csapat, akkor a különböző kutatók éjszakája, győzelmek,
külön rektori jutalmazásokkal, hogy a Föld történetét, a Föld keletkezésétől az emberiség jövőjéig 5 perc rendben összefoglalja úgy, hogy a tudósoknak leesett az álla, hogy ez tényleg igaz. Ha valaki ezt a repet tudja, akkor paleontológiából 5-ös. Jó, hát rektori külön dicsérettel a diákjaink részére. Na most ugye, tehát ehhez az kell, hogy elvigyük a technológia irányába a gyerekeket. Most mondom, úgy indultunk rá, hogy én se tudtam kirakni, és ideges lettem, hogy hogy nem tudom kirakni, és utána rájöttünk, hogy egy plakátot csinálunk, ami alapján 30 különböző Rubik kockát ki lehet rakni, ugyanis akinek nincs térérzéke. Ugye a telefonnak nincsen igazából tétje, nincs az, hogy mint egy Rubik kocka, hogy előre kell látni a 6-tal következő lépést is, hogy a tekerésemnek mi lesznek a következményei. Tehát ugye az abból nem lehet csinálni műszaki embert. De igazából tudós ember sem. És hát nagyon sok körünk van, mert volt túrakör, most már egy kicsit én is az asztmám dolgaim miatt nem kevesebben túrázok, de mechatronika, robotika, programozás, ezek a twisty puzzles, tehát ezek a rubikosok, e-book készítők, írókör, és így tovább. Sokfélével rendelkezünk, űrkutatási iroda igazgatója, akkor a Sopron-Szombathely közösített igazgatója volt 33 évesen dr. Bacsárdi László, tehát olyan országos szakemberek, a barátaink, akikkel rendszeresen találkozunk, és Sümegen tartottak előadásokat, fényéve rendezvénysorozat. Tehát ez azt jelenti, hogy azon igyekeztünk, a megújult kisfaliba 2009 óta, pláne én ugye egy csomó országban dolgoztam, mint nyári munkaként, számítógép javítóként, meg egy évet Londonban is, hogy az a gyerekeknek az angol tudását kihasználva fiatal tudósokat hozzunk, ha lehet. Tehát, hogy lássa, hogy igazából most a Földön a legjobban fizetett két állás az a biotechnológus és a biomérnök. Tehát ők azok, akik 5 milliót, meg 10 milliót kapnak, nem, és a tudásukért, a fejükben lévő elvehetetlen. Tehát ez nem választásoktól függő az a pénz. Jó, nagyon sok ilyen különböző tudományos társaságnak a tagjai azok vagyunk, az Oblivion katasztrófa védelmi csoport. Astronauti Társaság, Csillagászati Egyesület. Van egy-kettő tévé szereplésünk is, Sümeg TV, de igazából nem ezen van a lényeg. De tényleg országos felfedezők napja több kategóriában, itt a szabóvirág látássérült környékről, Csabrendek iskolában is tanítottam egy darabig, és így tovább különböző kategóriában első, második, harmadik helyek országos rendezvényeken, mind természettudomány, mind mérnöki vonalon, de ezeket azért csináljuk, hogy a gyereknek legyen rá lehetősége. Ehhez minden délután szakkör van. Tehát itt a Python a programozás, hogy lássuk, hogy ugyanaz a mintázatra alapján épül, a Fibonacci sorra épül az egész világegyetem, hogy a matekot egy kicsit, és a természettudományokat. Van egy doktor, Benkő Attila, aki Csabrendeknek kell, hogy mondjon valamit, hiszen Csabrendeki öregdiák, majd Kisfor is öregdiák, és a japán maglev vasutaknak a mesterséges intelligenciával vezérelt székrendszerét ő programozta. Senior szoftverfejlesztő Budapesten, és most már talán a 7. beszélgetést csináltuk meg szerdán vele. Műszerészeket, mérnököket, és őt, ő a főember, és gyerekeket hozunk össze, és vesz minden szerda délután, és mindenféle aktualitásokról, most az akkumulátorok múltja, jelen jövője, villamosautók, gázautók, stb. Rettetesen sok körünk volt, valami szunnyad, valami nagyon aktív, de ezek mindezt a célt szolgálják, hogy ugyanazon a szakköri teremben, az én informatika teremben, 6 sarokban bejön és kockát kölcsönöz, de a másik sarokban robotoznak. Volt olyan, hogy itt egy ősigazgató úrra például az 5 érzékre épülő programunkat 5 ország végezte. Tehát úgy csináltunk Erasmus programot, hogy azt az Oblivion, tehát az én csapatom tervezte meg, az 5 érzék és a telefon, tehát a mobil eszközökkel, tehát hogy kihozni a telefonból és a gyakorlat felé elvinni a gyerkőcöket. Jó, tehát ezt elindultunk a szépen lentről 2016-ig a 6. helyekről, és aztán 3. hely, 2019 kutatókészakák, illetve a katonaság számára már akkor egy VR túlélő szobát fejlesztettünk. Virtuális valóságfejlesztés, nem ez, ez mondjuk egy 20 000-es, már egy kicsit komolyabb Samsung telefonberakós, hanem a komolyabb szettek, ugye
300-ról indultak, most ugye elmentek az árak 600-ba. Ez is úgy működött, hogy amikor ezeket kinőttük, meg már csináltunk pizzás dobozból, meg petpalack oldalából kiválott köröböket összeragasztva, vízzel feltöltve, az volt a lencse, do it yourself, csináld magad, virtuális valóságszemüveget a telefonnak. Kinőttük odáig, hogy vettem 169 000 forint volt az első szett valami 6 évvel ezelőtt. Virtuális valóság tervezés 3 helyen zajlik, a Szegedi Egyetemen, a Pesti Eltér és a Sümegi Kiskaliban. Jó, ott egy központi helyet kaptunk, tehát mi voltunk a központi előadók, és hát meg is, akkor, nem ezzel a dologgal akkor még harmadikak lettünk. És akkor most van ez a félautonóm, héliummal emelt, majdhogy nem vízálló, bármilyen alkatrészt újra tudjuk nyomtatni a Kárpátból is. Lényegében ökológiai és úgy hover drón, hogy ugye hélium emeli, és ugye például képes arra, hogy ugye egy kicsit úgy lebegjen, tehát kimenjen akár szárazra, és ez a kutatók éjszakája idei honlapja, és ott pedig a megjelenésünk. Többi versenyző csapat volt idén is, de most sikerült elvinnünk újrahasznosítás felsőfokon című ezen, hogy PET palacból és apró alkatrészekből mit lehet fejleszteni. Méghozzá ez úgy történt, hogy ugye ökológia és katasztrófa jelentett természet és mérnöki tudományokra is alkalmazható a holmi. Nagyon egyszerű a játék, például ez a kis játékdrón adta az ihletést, hogyha így van fordítva, akkor ki tud menni a szárazra. Tehát csúszó felletként a meghajtásban, hogyha a két rotor el van forgatva, akkor végig megy egy betonflaszteren is, megy a vízen is, de fel tud róla szállni. Most 15-16 000 forint a boldog születésnapot, 80. szülnapot nagypapa. Képzeljük el, hogy két ilyen 0, két ilyen 8-as, az fél kilót emel. Mi rájöttünk tudósokkal, én professzoraimmal karöltve, mi igazából ökleteltünk, és aztán dr. Gyurács Szurev, majd őket is mutatom, ők meg levagdosták, lenyesték, hogy ez nem jó, nem jó, hogy mit lehetne használni. Ezért tehát onnan indult, hogy meg kellett tanulnunk tervezni, számítógépen tervezni, aztán 3D-be tervezni, és utána 3D-be kinyomtatni. Tehát kaptunk például pénzt arra, hogy nyomtató, saját nyomtatót vásároljunk, mert eddig leveszem a hangját a dolognak, hogyha le tudom. Csak beletekerek abba, hogy igazából, hogy hogyan néz ki, hogy tehát ilyen alkatrészek nyomtatása, de nem fog ez annyira kezes lenni, úgyhogy ezt a részt kihagyom. Tehát igazából, hogy 3D nyomtatásban sorra az alkatrészek előállíthatók, menjünk tovább ezen a tián. Ez nem lesz így jó nekem. Gyere tovább. Oké. Okay. Jó? És akkor ez miről szól? Igen, tehát kivel dolgozunk együtt? Növényszervezettan tanszékvezető asszony, állatszervezettan tanszékvezető úr. Hogy nem ért be a színetárcsába tanárok képe. De egy olyan gyengébb az internet kapcsolatunk visszafelé, előző lap, így hát ez nem jött be ez a kép. Állatszervezettan tanszéke Pesti Elte, és Benkő Attila, Szabfi János Kertfeld bősi igazgató úr volt igazából az egésznek az elindítója, mert én nem kezdek el robotozni, hogyha nem kezdek el vele itt kisfoliskolába áttanítva robotozni. Diákok! Na most ugye miről szól ez az egész? Ugye azt említettük, hogy mehatronika, tehát ahhoz, hogy katasztrófa lehessen, nem hisszük el, hogy az a szénmonoxid érzékelő az 3 kávé árából előállítható. 3 erősebb kávé árából előállítható, ugyanis egy Arduino Pico az körülbelül 450 forint az anyagbabáról, és a világ létező összes fizikai, kémiai paraméterét akár mobiltelefonra tudja küldeni. Általános iskolásoknak tanítják ezt már Indiában és Kínában, ezzel a technológiával kell majd megküzdenie Magyarországnak ilyen felkészültségű emberekkel, hogy egyszerűen egy mechanikai érzékelő, egy kis alumínium lemez, egy mi ez? PEZ doboz, egy tiktakos doboz, hogy vízhatlan legyen, benne egy ilyen Arduino Pico, egy gombelem, összekötve bedobták a levelet, ilyen most ilyen régi bedobósra gondolok, ráesik az alumínium lapkára, telefonon jön egy jel, hogy levele érkezett. Tehát, vagy most mondok egy másikat, 300 forint, tehát 3-400 forint egy szenzor, egy ilyen 500 forintos mikrokontroller,
azok a mikrokontrollerekről beszélek, amit, hogyha megvesz egy méregdrága árnyékolás technikát, vagy egy automata garázsajtót, vagy udvarajtót, ugyan ezek a mikrokontrollerek vannak benne, mert igazából az Arduino lett a világszabály. Magyarán, hogy egy gyerek játékos formában megtanul, az bármelyik világcégnél ugyanúgy fogja programozni, mert ugyanazt használják. Mert megbízható, és 10 milliárdos tételben van legyártva, és beteszi a PET palacba, hogy egy vízérzékelő kilóg, és akkor, vagy egy rázkódás érzékelővel ott van a tetején, és intelligens mosógép jelzi, hogy lejárt a mosóprogram, vagy már 10 perce nem rázkódik, lejárt a centri program, haza lehet jönni a kocogásból, és lehet teregetni, vagy kifolyt a víz, és nem megvetendő, szól a tulajdonosnak, a házmesternek, meg a szomszéd lakónak, hogy valamelyikük, akiknek kulcsa van, azonnal szaladjon át és zárja a vizet, mert ha a vízemelet átázik, az nem 2 fillér, 3 kávéjára. Jól beszélünk. Jó, és eznek a korosztálynak tanítják ezt. Tehát igazából erre azért van szükség, mert elmondja a Sárváron, ugye kísérleti gimnázium kőszeg, biospeces voltam, és a röntgen CT-t értékelős osztálytársam elmondja, hogy India és Kína fele annyira megcsinálja ugyanazt, mint ők, magasabb végzettséggel. A cégeknek meg tök mindegy, hogy kinek küldi el e-mailen a betegnek a felvételeit, mert e-mailen ugyanúgy vissza fogja kapni a választ, az ár meg harmada. Jó, tehát ezzel kell fölvennünk a versenyt, ezeket, tehát kimosható eszközök. Tehát ugye ez a technológia wearable, tehát nem csak játékokat lehet, bár itt ugye azért az Alpha Bravo Charlie Delta, azért hogyha betűket meg tudunk jeleníteni, ennek már akár katasztrófa védelmi használ is lehetnének. Tehát igazából jön ez a technika, és most itt a drónról. Ez egy újdonság, hát ez is ugye úgy volt, hogy hát 50 ezer forint, de hát valakinek meg kell vennie, addig nem kapok rá pénzt, még nincs belőle eredmény. Ugye ezek már mesterséges intelligenciás chippel rendelkeznek, az azt jelenti, hogy egyrészt a HD kamera, másrészt meg ilyen eszközöknek a mintázatát fölismerve megváltoztatja a programot. Tehát lényegében felülről figyel, mint amikor voltak ezek a fentről, ugye ezek a kis kupok, nem tudom a szakkifejezést, az erdőkben is látni ezeket a kisméretű kupokat a légitérképezéshez. Igen, pontok megjelölésére. Nem tudom a hivatalos kifejezést. Na most az azt jelenti, hogy ilyen jellegű programkódokkal ezek egymásra figyelve rajként működnek, ezt nem kellett volna, de még azért talán annyit érdemes megmutatnom, hogy ugye, köszönöm, nem, ugye a gyerek nekiugrik, lerakja a tabletjéről programoz, és az eredmény az az lesz, kérem szépen, hogy egymással a figyelve, ha nem lesz, zongorázni tudnánk a különbséget, a két drón utána egymásra figyelve, akár a gyerek kézmozdulatait követve fog mozogni, és utána még azt is meg tudja csinálni, hogy egymást utána nem összeakadva, és a végeredmény az az, hogy amikor a csaj fogja magát és meghajol, jelez, a drónok figyelik, akkor a drónok megpördültek. Tehát amikor ő megfordult, azt ők figyelt, azt kezét figyelték. Jó, tehát ez miről szólt ez a játék? Ezt kérem szépen arról szól, erre ezt nem akartam egyszer elindítani, hogy jön ez technika ördöge megtréfál, mert ne oda kattintsak persze, hanem a tovább gombra. Jó, tehát az összerakásról beszéltem, hogy hozzáférhető áron. És mit fog ezt csinálni? Nézzük meg, 40 különböző szenzor, ezek régen 20 font volt egy ilyen szenzor, most 8000 forintért 40 különböző fizikai, kémiai paramétert mérhetek, fél kilós emelést adok a héliummal, és utána webszerverként üzemel föl, nyilván ez demonstráció, mert elviszi a szél, mint a pihét. Tehát ez, hogyha szélmentes, vagy egy tornacsarnokban. De mégis a gyerek azt látja, hogy összeraktuk úgy, hogy a telefonomon és bárki telefonján fölkapcsolódik arra az IP címre, és 80 fizikai és kémiai paramétert visszaedjen, fog neki megmutatni, amit az a szenzor ott mért, akár egy lakástűz, vagy bármi, hogy ments ki egy babát, keresd meg a 36 testhőmérsékletűt a többi tárgy között.
Tehát erre. Na most, hogy ez mennyire friss ez a dolog, ez tegnap érkezett például a tanszékvezető asszonyhoz, hogy, tehát, hogy annyira együtt dolgozunk, hogy most a drón, ahogy épül, mert ez még csak építés alatt van, hogy mire lehetne használni ezeket a dolgokat, biológiában nyilván, ezt ma például csütörtök 7.44, Dani Magdolna professzor asszony. Tehát az azt jelenti, hogy egy fix technológia, hiába volt az egész korona, ezt lehetett vinni ez alatt is, mert a virtuális fogóságból bejön a gyerek, és együtt tervezhetünk, neki is van készlete, egy térben. És bekapcsolódnak úgy, hogy ott, hogy kirakjuk a hangszórót, meg a számítógépeket, és igazából együtt programozhatjuk, és vihetjük tovább. És azt mondta nekem, és ez a zárszó, az egyik katasztrófa védelmi verseny, amin igazából mi nem vagyunk eredményesek, csak azért tartjuk föl, hogy eljárjunk, hogy, azt, hogy a gyerek, ha jön, bár van, aki katasztrófa védelmi tisztnek most fog majd végezni a Kalla István Sümegtrága, de hát meg többen mentek azért egyenruhás testületekhez, hogy hát miért hozta ezt ide, ugye csináltuk a honvédelmi versenyen a virtuális valóság állomást a katonaság számára, meg kellett keresni tárgyakat virtuális valóságban, ami a túléléshez szükséges lehet, a 10 legfontosabbat összeválogatni 40 honiból, hát mert a gyerekek úgyis oda vannak ezért a számítógépes, telefonos dolgok, hogy maga meg ide a sportversenyre idehozta ezt, és mondom, hogy asszonyom, én csinálok túraklubot is, de nem lennék hiteles higgyel, hogyha azt mondaná a gyerek, hogy a kisfolyban van számítógép tanár, de nincs lehetőség számítógépet tanulni. Tehát, hogyha a számítógép tanár vissza tudja hozni arra, hogy ezt a gyakorlatra használd, és ha 6 órát foglalkozol a gép előtt, akkor a többi 6 órát már előtt töltsd el, ne játsz! Tanulj meg azt, hogy a tudomány is maga elég érdekes és izgalmas lehet, és akkor nem játékkal kell eltölteni az ott töltött időt. Köszönöm a figyelmet és a türelmet. Én köszönöm, azt hiszem, hogy én még messzebb kerültem jelenleg a fiatal korosztály egy bizonyos részétől ezzel a bemutatóval, legalábbis az jött. Szerintem ez nem, a ti elé még lehet, az enyém, hanem az én korosztályomnak ez már így egyszer nem tud összejönni. Hölgyek, uram, én köszönöm szépen, elvileg ennyit terveztünk a mai napra. Egy olyan rövid kérdésem azért hadd legyen hozzátok, hogy maradhatunk ebben a vonalban, ugye, hogy akkor nem oda bejöttük a hivatalba hozzá a tűzoltóságot.